kedves vendégeim, tanárok és jelenlegi diáktársaim. Kedves Miszerkeres tanárok! Szeretettel köszöntök mindenkit magam és az iskola vezetőség nevében, a mai napon, 2013. november 15-én Huszár Ferenc tanár kiállításának megnyitójában jelentek. A kiállítás megnyitójának dátuma egyben fontos állomás a tanár félek útján, hiszen 1963-ban ezen a napon született maga. A kiállítás cím is metaforikus. Úton hazafelé. Először hallgassuk meg Gerber Dominik a 12. A osztályos tanulót, aki Joachim Andersen a Sercben című művét adja elő. Vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez.
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz. Nem csak átfussak az életem, de értelmesen veszem be napjaimat. Észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell lennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések, élet magától adódó ráadásai, melyek révén növekedünk és élvezhetünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magára mondja, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjam várni. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltó lehessünk. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen a szavakkal, a szavak nélkül egy kis jóságot közvetítesse. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmét. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére. Ámen. Megkérem Bukosi Lászlót, iskolák igazgatóját, mondják köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a tisztelendő püspökatyát, Dékány Árpád Szűzhöz Ilci, a pártodat, aki itt megfújik a sorok között, minden kedves vendéget, barátot, régi és jelenlegi kollégát, régi és jelenlegi diákot, leendő diákokat, és mindenkit, aki elsősorban nem miattunk jött el ma ide, hanem amiatt, akit természetesen külön szeretnék köszönteni, Muszár pedig kollégák miatt, akinek végre eljött az a pillanat, hogy itt egy kiállítást rendezhetünk az iskolában mindenből. Igyekeztem kibújni a feladat alól, hogy ne kelljék nekem különösebben a beszédeket tartani, de hogy nagyon ragaszkodott hozzá, teljesen idegen területen mozgok, és nem a helyszínt értem ez alatt, hanem a festészetet. Tehát én a pálcikvemben szívem vagyok, és ezért aztán nem könnyű valami okosat mondani, próbáltam így a kapaszkodókat keresni, vagy mit is mondhatni itt a felé kedvéért és örömére. Csak az utat eszembe, hogy egy másik terület, ahol szintén nem vagyok nagyon járatos a matematika, itt olyan számok forognak, hogy viszonylag az ember csak kapkodja a fejét, ugye itt egy 1000 éves püspökség képviseltetve van, egy 326 éves iskola, egy 200 éves ciszterci nevelés, és egy 50 éves alapvetői pálya. Én azt gondolom, hogy talán ez az 50, ez legalább akkora meló, mint a 326, vagy az 1000, vagy a 200, úgyhogy már önmagában ehhez is gratulálnék. De hogyha majd lesz lehetőség is idő megnézni a festményeket, akkor azt gondolom, hogy mindenki érteni fogja, hogy miért nem tudok túl sok mindent hozzátenni, azért, mert ezeknek a festményeknek azt gondolom, hogy itt van helye. Tehát mondtam is a Ferének, hogy nem lesz könnyű visszaszerezni őket. Bár már alkudozik, hogy én akarja elvinni, erről még majd tárgyalunk. Minden esetre azt gondolom, hogy témájukat tekintve, hangulatukat, színvilágukat tekintve nagyon-nagyon megtalálták a helyüket itt ebben a teremben. Kérem tényleg, hogy majd a végén mindenki alaposan nézzen ki ilyen szempontból is. És egy utolsó apró kis megjegyzés, amit itt délelőtt, amikor így igyekeztem körbejárni egyedül, az egyik képen még az én házam is rajta van, és a Feri pontosan ott írta alá, teljesen véletlenül, úgyhogy könnyű megtalálni, hogyha valaki gondolja, hogy hol lakom, de azonosítható, ez nem a kedves minden esetre köszönöm szépen, és mondanám, hogy jó szórakozást mindenkinek.
közönséget próbálja megszólítani, kicsit más eszközökkel. Az, hogyha ez találkozik egy emberben, az véleményem szerint különösen is erősíti ezt a missziós jellegét a dolgoknak, úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy ez egy jó pillanat ennek a két fontos hivatás találkozásának, és annak külön örülök, hogy az egyház részéről is vannak itt képviselők, mert azt gondolom, hogy így ez a különleges kis házasság itt most még szebbé teszi ezt az alkalmat, úgyhogy még egyszer gratulálok, és nagyon örülök, hogy ez megvalósulhatott. Tisztelettel felkérem dr. Udvardi György, megyés püspökatyát, neki beszédével is a kiállítást. Főtisztelt apát úr, baptestvérek, igen tisztelt igazgató úr, kedves vendégek, kedves diákok, igen tisztelt tanár úr, kedves felé. Bátor dolog művészetre vállalkozni, és nagyon bátor ember a művész. Bátorsága törtalomban rejlik. Meri oly módon kutatni, keresni a világot és fölismerni, ahogyan esetleg sokan mások azt nem teszik. Sokkal mélyebben, sokkal érzékenyebben, vállalva azt a sajátos látásmódot is, amivel az Úristen megajándékozza a művészt, megajándékozza a teremtőtársat. Bátor dolog ez. De bátor dolog az is, hogy valaki a szívében megfogad gondolatot, a tapasztalatot, az értelmezést, a megélésnek az élményét úgy gondolja, hogy ezt föltárja, megosztja másokkal. Megosztja másokkal azért, hogy segítse megismerni a világot, segítse értelmezni a világot, de ezáltal az ember végtelenné válik. Nyilvánvalóan mindannyiunkat valahogy az általunk ismert közösség ismer. Jól, rosszul, ki jobban, ki kevésbé, ki sokkal inkább ismeri az embernek a szíve gondolatát, ki inkább csak a külső cselekedetekből ítél. Nyilvánvalóan így van ez egy tanárembervel is, amikor maga szakterületén tanít, egyfajta szerepben, szükségszerűen benne van, ebből a szerepből éli mindennapi tevékenységét, leginkább a tanártársakkal, de legfőképpen a diákokkal kapcsolatban. Nyilván ez egy nagyon sajátos ismeret. Már ez is egy önfeltárulkozás, de sokkal inkább az, amikor valaki a maga által megismert világot, a tapasztalatot, az Isten élményt van bátorsága alkotásba ölteni, a maga tehetségének megfelelően szoborba, képbe, fotóba, más alkotásba, irodalmi alkotásba. És amikor ezt megteszi, akkor van bátorsága ahhoz is, hogy ezt kiterje mondjuk egy ilyen díszterem falára. Addig ugyanis, amíg a szívében van, és addig, amíg esetleg saját maga számára készít vázlatot, készít alkotást, elégedetten teszi félre, vagy éppen mindig úgy tekint rá, hogy még sosem kész, addig talán nem is kell a bátorság, bár szerintem már ez is az. De abban a pillanatban, amikor ezt magamról megmutatom, akkor már nem csak úgy ismernek, mint Huszár Ferenc, Feri a tanárunk, hanem ezek a képek, ezek a dalkotások sokkal többet tárnak fel az emberről magáról és az egyénről is, aki erre vállalkozik. Különösen igaz ez akkor, amikor ennek a kiállításnak a címe éppen a mai nap apropója kapcsán is, az 50. születésnap kapcsán, cím az Úton hazafelé. És ez nem pusztán egy emberi tapasztalatot fogalmaz meg megítélésem szerint, hanem azt az alapvető emberi élményt, miszerint miközben járjuk a magunk életútját,
már valójában a hazaérkezett állapotból szemléljük. És valójában a képeknek, alkotásoknak ez legyen az igaz értelme. Már otthonról nézem, már hazaérkezve, még akkor is, ha küzdelmesen, akkor is, ha úton vagyok, akkor is, ha béke van a lelkemben, akkor is, ha esetleg békétlenség, akkor is, ha egy mindenki által ismert kálváriát, vagy épületet itt a városban, vagy a világ bármi más pontján, mindenki ismerhet, de azon a módon, ahogyan én bemutatom, ezen a módon nem, mert ez az a mód, ahogy én járom az utamat, ahogyan a hazaérkezés reményében és bizonyosságában szemlélek mindazt, ami elég tárul. Mert egészen más értelme van egy kálváriának akkor, amikor úgy gondolom, hogy nem látszik a vége, nem tudom, mi jelenti a végét, és egészen más egy kálvária kép akkor, amikor akár a hitben, akár az emberi tapasztalatban tudom, hogy a vég, az Istennel való szembesülés, az ő otthonára való hazatalálás új fény, új értelmet ad mindannak, amit látok. Egy kálváriának, egy gyönyörű épületnek, vagy éppen a mindannyiunk által ismert székesegyházi alkotásoknak, tapétafestésnek, amiben benne van az embernek a saját látása, élménye, talán azok a sorsfordító események, amelyek egy szövetséget megkötnek, egy döntést megerősítenek, egy új meglátást világítanak meg, ugyanaz a fal, másnak semmi különös mint lenne, de egy személyes élmény, egy személyes tapasztalatokán a tapéta fal beszélni kezd, megjelenik más alak, megjelenik más értelmezés, egészen új módon áll előttünk Isten szent hajléka, ami az Isten hajléka az ember között. Én szeretném megköszönni most a kiállítás kapcsán ezt a bátorságot, a megismerésnek és a megismertetésnek a bátorságát, és azt, hogy ezeken a képeken, alkotásokon keresztül bepillantást nyerhetünk abba, mit jelent úton lenni hazafelé, mit jelent otthonról szemlélni azt az utat, ami még előttünk áll. Kívánok sok örömet, Isten áldását, hivatás minden területén, ami a birtokod, mind a családban, mind házasságban, férként, mind tanárként, mind művészként, barátként, ismerősként, minden módon, ahogyan itt most a sok érdeklődő körül lesz. És természetesen a megnyitó szavakon túl Isten áldását kívánunk születésnapod alkalmának Istennek is. Segítséggel álltak mellé ebben a kiállításban. Nagyon szeretném megköszönni a régi diákjaimnak, akiket nem csak itt látok bal oldalamon, hanem szanaszét a sorokban is, és szeretném megköszönni a mostani diákjaimnak is, akik eljöttek és megtiszteltek ezen a nagyon csodálatos napon. Nagyon szeretném megköszönni
Püspökatának a különös meleg gondolatait tényleg haza fogom vinni ennek a tartalmát, és nagyon fontos, azt hiszem számomra ez amit mondott. Nem éreztem ennyire bátornak magam, de ahogy most elmondtam, és a hányatokat láthat, tényleg nagy bátorság. És nagyon köszönöm Martinak még egyszer külön a szavait is, és a támogatását. És mindenkinek köszönöm, hogy itt van, és szeretettel ajánlom a képeimet figyelmetekbe, nézzétek meg őket. Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel a megnyitó ünnepségünket. Kérjük, tekintsék meg a képeket, szeretettel várjuk Önöket, és Agapéra, köszönjük szótanámmal. Nagy ünnep van számomra ezen a napon. Ma lettem 50 éves, és ennek az apropójából lett rendezve ez a kiállítás. Nem gyűjteményes, tehát nem az egész életmű van kiállítva, hanem az utóbbi néhány évnek a termése. De hát az 50 év az mégis az ember életében egy elég sarkalatos idő. A legöregebb képem itt nem túl messze, az még 1990 néhányba készült, legalábbis amit itt lehet látni, de egyébként a legújabb képeim és a legújabb műfajú képeim vannak kiállítva. Nyilvánvaló, hogy vannak olyanok is, amelyek régi kedvencek, kedvenc stílusok, mint a pasztel, az egy ilyen örök technika nálam, de egyébként meg az új akvarell és tus keveréke. Ami előtt állunk, ez a Püspök Szent László kép a kedvencem. Ez annak ellenére, hogy téli táj, mégis úgy érzem, hogy annyi melegséget sugal a szemlőléje felé, és az én szívemet is melegséggel tölti el. Szóval úgy valahogy, hogy nagyon kedves nekem. Úgy a színében, hangulatában azt hiszem, hogy jól sikerült elkapnom az egésznek a világát, az atmoszféráját. Egy régi lelki gyakorlatot juttat az eszembe, amikor még a régi mustármag közösségünkkel kint voltunk télen karácsony előtt egy lelki gyakorlaton az életrendezés házában, és akkor valami hasonló téli motívumot láttam ott Püspök Szent Lászlón. Egyébként a lovaglásaim során számtalanszor találkozok olyan tájakkal, amit úgy a tudatalom alatt elraktározok, és időnként úgy előjönnek belőle, amikor csak úgy rajzolgatok. A tájképeket általában nem kell hozzá ihlet, hogy most ezt vagy azt lerajzoljam, kell egy ötlet hozzá, hogy erről szeretnék egy képet, és megkeresem a legmegfelelőbb nézetet hozzá, megfelelő szöget és megfelelő éghajlatot, vagy időt netán hozzá, ami nem mindig sikerül, mert hát nem mindig vagyok akkor ott, amikor a legszebb, de tudok hozzátenni a saját belsőmből.
És azokat a képeket, amelyeket a Székesegyházból készítek, azok mélyebbről fakadnak. Tehát valahogy hogy indul egy gondolat bennem, és arra felépítek egy képet. Különösen adventi időszakban szokott ez előfordulni velem, amikor sokat járok a Székesegyházba a hajnali misére, és ezek a hajnali misék, ezek inspirálnak gondolatiságukban, és az az atmoszféra, az a környezet, ami a körbevesz, ott elindítanak gondolatokat, mert hát azért is járunk oda, hogy felindítsanak bennünk ilyen mélységeket a hitünkkel kapcsolatban is, és ezek fogalmazódnak időnként meg. Annyiféle nagyságú méretű képet állítottam ki, hogy ezt nem lehet pontosan megmondani. Valamelyiket, amiket mondjuk kint rajzolok egy hasonló képet, akkor amikor reggel vagy délelőtt kiülök, és kis étkezés helyett ivással délután befejezem, vagy estére befejezem. De egy olyan székesegyházos kép, vagy egy panorámakép az sokkal hosszabb idő, sokkal nagyobb pepecselés van benne. Tehát itt csak úgy áradnak az emberből a színek, és az könnyebb megoldani. És időben is talán gyorsabb ez. Köszönöm szépen nektek is! A tanár urat régóta ismerem, és nagy örömmel, figyelmmel kísértem az ő műveit, sőt, olyannyira hálás is vagyok, hogy saját szülőfalunkról is készített egy gyönyörű alkotást, és így nagyon érdekelt, mit szeretne magáról elmondani a kiállítás során, és ezért fontosnak tartottam, különösen így, hogy az 50. születésnapjának egy ajándéka ez. Egy jó ismerősi kapcsolat, ezt csak azért mondom így, mert a baráti kapcsolathoz nagyon sok idő, közös élmény kell. Ez még nem adatott meg, egyszerű oknál fogva én nem túl régóta vagyok itt. De az a egymásra figyelő kapcsolat viszont egy nagy lehetőséget tár fel az ember előtt, ami már rövid idő alatt is érzékelhető. Előzetesen megtekinteni ezeket az alkotásokat, és engem megérintett az a szelíd látásmód, de mégis sajátos látásmód, ahogyan egy-egy mindannyiunk által ismert kálváriát, épületet, közintézményt bemutat. Egyszerűen egy olyan épület, ami talán nem kelti fel az ember érdeklődését, a képen nézve gyönyörű, érdekes, beszél, önálló élete van. És ugyanezt tudom elmondani az alkalmazott színekkel kapcsolatban is. Akár lehetne azt is mondani, hogy nem természetes, de az a látásmód, ahogyan ezt egy-egy alkotásban bemutat egy kálváriát, egy dombot, egy templom, rejtőzködő templomot, ez beszél arról az eseményről és arról az épületről, és ez nagyon nagy örömet jelent. Itt az alkotások közül több is van, ami különösen tetszik, leginkább azok, amelyek a Székesegyház tapétafestését használják fel egy-egy alkotás bemutatására, leginkább az, ahol az Isten báránya motívum látható. Köszönjük szépen!
Köszönöm. Kapcsolat nem fűz össze, mint sziszteti öreg diák, bejáratos vagyok ide a gimnáziumba, és így mind a tanári kar tagját ismerem, és nagyra becsülöm a tevékenységét. Elképesztő ez a képmennyiség, jó, hát azt mondta, hogy ennél még jóval több van, csak nem kerül kiállításra, úgyhogy le vagyok nyugodva, ezt kell mondanom. Városkép a tetjéről a városra, ez egy fantasztikus kép. Feleségétől kaptam egy meghívót e-mailben, illetve Facebookon találkoztam az eseményen. Mi a véleményed a kiállításról? Tetszik, nagyon megnéztem, és látszik a személyes kapcsolat a épületekkel, a várossal, és tényleg a szíve lelke benne van. Van olyan, amelyik különösen tetszik, vagy így külön kiemelnél? Nekem legjobban a Széchenyi téri panoráma kép tetszik, ez a kettő, ami egymás alatt van. Tetszett neked a legjobban? Nekem az, ami ott van. És miért? Tetszenek rajta azok a szép levelek, és nagyon szép munka. Milyen baráti kapcsolat kötünk szártanál? Egy jó ismerősi kapcsolat, ezt csak azért mondom így, mert a baráti kapcsolathoz nagyon sok idő, közös élmény kell. Ez még nem adatott meg, egyszerű oknál fogva én nem túl régóta vagyok itt. De az a egymásra figyelő kapcsolat viszont egy nagy lehetőséget tár fel az ember előtt, ami már rövid idő alatt is érzékelhető. Volt alkalmam előzetesen megtekinteni ezeket az alkotásokat, és engem megérintett az a szelíd látásmód, de mégis sajátos látásmód, ahogyan egy-egy mindannyiunk által ismert kálváriát, épületet, közintézményt bemutat. Egyszerűen egy olyan épület, ami talán nem kelti fel az ember érdeklődését, a képen nézve gyönyörű, érdekes, beszél, önálló élete van. És ugyanezt tudom elmondani az alkalmazott színekkel kapcsolatban is. Akár lehetne azt is mondani, hogy nem természetes, de az a látásmód, ahogyan ezt egy-egy alkotásban bemutat egy kálváriát, egy dombot, egy templom, rejtőzködő templomot, ez beszél arról az eseményről és arról az épületről, és ez nagyon nagy örömet jelent. Itt az alkotások közül több is van, ami különösen tetszik, leginkább azok, amelyek a Székesegyház tapéta festését használják fel egy-egy alkotás bemutatására, leginkább az, ahol az Isten báránya motívum látható. Köszönjük szépen! Köszönöm! Az lenne a kérdés, hogy milyen baráti kapcsolat köti Huszár tanárhoz? Baráti kapcsolat nem fűz össze, mint sziszteti öreg diák, bejáratos vagyok ide a gimnáziumba, és így mind a tanári kar tagját ismerem, és nagyra becsülöm a tevékenységét. Elképesztő ez a képmennyiség, jó, hát azt mondta, hogy ennél még jóval több van, csak nem kerül kiállításra, úgyhogy le vagyok nyugodva, ezt kell mondanom. Melyik a kedvenc műve? Melyik nyert el a legjobban a tetszését? Hát talán a városkép a tetjéről a városra. Ez egy fantasztikus kép. Köszönjük szépen! Honnan hallottál a kiállításról? A tanár úr feleségétől kaptam egy meghívót e-mailben, illetve Facebookon találkoztam az eseményen. Mi a véleményed a kiállításról? Tetszik, nagyon megnéztem, és látszik a személyes kapcsolat a épületekkel, a várossal, és tényleg a szíve lelke benne van. Van olyan, amelyik különösen tetszik, vagy így külön kiemelnél? Nekem legjobban a Széchenyi téri panoráma kép tetszik, ez a kettő, ami egymás alatt van. Köszi szépen! Te hányadikos vagy? Hat!
iskolába jársz? Az olaszi általános iskolába. És melyik kép tetszett neked a legjobban? Nekem az, ami ott van. És miért? Tetszenek rajta azok a szép levelek, és nagyon szép munka. És nagyon szép színei vannak, és nagyon szép kidolgozott. Köszönöm. És honnan ismerelte a tanárokat? Anyukámék járnak egy csoportba, és így mesélt nekem a tanár úrról. Következőnek is eljössz? Remélem.